Teó urát zárja a mai Fit Arénát itt a nagy színpadon. Milyen edzéssel készültél, lelazított kicsit az egész nap edzőket? Remélem, hogy lelazítom őket, de egyébként nem egy típusos lazítóra lesz. Egy gerinctréning lesz, ami a gerincnek a funkcióit próbálja magasabb szintre emelni. A rugózó funkcióját, a mozgatót, a tartó funkcióját, a védő funkcióját nem, mert azt nem tudjuk befolyásolni. Úgyhogy ennek megfelelően lesznek rugalmasságot fokozó gyakorlatok, mozgékonyságot és izomerőt fokozó gyakorlatok, úgyhogy egy mix lesz, de a zenével igyekszem azért egy kicsit a lazító hatást fokozni, amúgy ez egy izzadós tréning lesz. Hogy látod, így év végére, nap végére azért kelleni fog ez a gerinc átmozgatás? Szerintem gerinc átmozgatás mindenkinek kell. Tehát úgy gondolom, hogy a gerinc tréning az az alap. Mindennek az alapja ahhoz, hogy jól tudjon valaki sportolni, ahhoz egy stabil és jól támasztott gerincre van szüksége. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a gerinc tréninget. Éppen ilyen gerinc tréningeket hol lehet még elérni, vagy hogy érdemes próbálkozni? Nyilván gondolom ezt oktatóval vagy szakemberrel jó csinálni. Igen. Mindenképpen gerinc trénert kell keresni. Ma már vannak iskolák, akik típusosan gerinc trénereket is képeznek, oktatnak, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy olyan emberhez forduljon, aki valamilyen gerinc tréning tanfolyamon már jár, és ismeri a gerinc anatómiáját, biomechanikáját, meg hogy miért fontos ezzel foglalkozni. Szerintem elképzelhetetlen. Az embereket három csoportra szoktam sorolni, akinek van gerinc problémája, akinek volt, és akinek lesz. És hogy ez ne így legyen, hogy ez megváltozzon a jövőben, ezért szemléletet kell váltani, és megelőző módon foglalkozni a gerinccel. Egy-két dolgot kérlek árulj el, amit mondjuk otthon bárki, mindenki megtehet annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatnak, hogy gerinc problémája lesz. Hát helyes tartás és mozgástechnika, tehát a hétköznapi tevékenységeinket kell helyes módon végezni. Nagyon fontos, hogy sport közben helyesen mozogjunk. Tehát vannak olyan hibás mozgásminták, amiket megtanultunk valaha rosszul, és úgy sportolunk. Ezeket le kell építeni és megtanulni helyesen, illetve foglalkozni azzal, hogy a gerincet körbevevő izmoknak az ellazulását, vagy mentálisan is el tudjuk lazítani magunkat. Köszönjük szépen! Egy igen, névtitulus még egy. Kis Mónika vagyok. Gyógytornász, gerinctréner. Köszönöm szépen.